eme lombos, hát lombbal, faággal teli házról, figyelem, az én faággal teli házról, tabs, respect Imi Gamesnek. Tehát erről a fail. Nos, ezzel a falevéllel teli fáról, ez de hülyén hangzik, hogy falevéllel teli házról, na mindegy. Innen nézem meg a házamat, hogy milyen szexi. Itt milyen szép lesz második emelette. Olyanra megcsinál a százat, hogy megszólal, srácok. Szóval, ennek a tetejéről köszöntök mindenkit. Én Imi vagyok, ez pedig itt a Minecraft hardcore sorozatomnak az ötödik része, amelyben célom, hogy elmenjünk egy jót bányászni. Szóval, kezdjük is a részt. Csak reggel fogunk elmenni bányászni, mivel jelen pillanatban esteledik, és ez így nem a legjobb körülmény arra, hogy bányásszunk. Kevin papi, az előző részben tejet adtál, aminek nagyon örülök, köszönöm szépen barátom, respect neked, és nem utasd a tőgyedet. Na, szóval kisül nekünk ez a pár darab vasacska, még 4 darab van, befele tesszük ide, ugye itt van 55, mert még itt is van 64 ebben, tehát rengeteg vassal van dolgunk. Ó, látom a marhahús is sül kifele szép számmal, marhahúst azt meg talán ide is tudjuk tenni, nem ide már nem fél be, de itt nincs is sült marhahúsunk. Hú, jó, hogy hoztam, mert ahogy látom elég, ja, van, már van 59, oké. Azt hittem már fogytán teljesen a kaja. Még egy marhahús, így már 60 van a sütőben, és az utolsó vas sül kifele. Egyébként visszajöttem házba, nem tudom, ezt bemondtam-e, csak bemondtam. Azért este nem indulunk el, éjjelre nem indulunk el bányászni. Félek a rossz moboktól, oké. És akkor alvás time. Majdnem kiírtam, hogy jó ét, Kevin. Minek írnám ki, hogy jó étkevén, mikor be is mondhatom? Na mindegy, süljön ebben még ez a pár darab hús. Itt mindent kiégettem, akár csak itt. Ezeket a melvérteket, tehát a vasmelvértet és ezt a kalapot elviszem magammal, mert ugye a bányában ki tudja ezek, mikor jönnek majd jól. Már nem viszem ezeket magammal, mert majd kraftolok, inkább viszek magammal pár darab vasat. Nem viszek túl sokat, egy 25 darabot. Mú, közben Kevin is megszólalt. Viszünk magunkkal fát, mert a fa is mindig jól jön, és jó, hogy a felső chestben kéne megnéznem. Hát egy 64-est elviszünk. Így. És mi kéne még igazából? Ja, természetesen kaja. Nem fogok 60 húst elvinni, de a felét 30-at elvisszük. Oké, mú, ne bőgél már, Kevin. Szóval akkor útnak indulunk, srácok. Irány a bánya. Útnak indul az öreg harcos. Elmegy a közeli bányába. Ott remélhetőleg talál minden finomságot. Jézusom, ezt inkább ne erőltessük, srácok, még itt a végén valami bajotok lesz az ének tudásommal. Ami csillagos ötös. Igen, nem tagadom, csillagos ötös ének tudásom van. És most minek szerénykedjek, komolyan mondom. Bolondság lenne, ökörség, aki szerénykedik, vagy ökör, aki szerény, vagy what? Nem tudom, mindenesetre most az első, hogy elhúzunk bányába. Puty, ez nem tudom miért, de a lelki világomnak jól esett, hogy megütöttem. Annak a barinak még mindig nem nőtt vissza, látom a szőre teljesen. És ott a mi kis barlangunk, oda megyünk, az senkit ne zavarjon, hogy ott, nem tudom, hogy mi zajlik éppen. Hogy miért nem töltött befele. Jaj. Itt volnánk. Ezt még egyáltalán nem fedeztem fel, szóval minden dolog adott. Ez most nekem is teljesen új lesz. Szóval leugrunk. Föld elő. Földet kiütjük. Kicsi késéssel, de csak kiesik föld. És akkor ide vas, vagy a kő helyére betesszük földet. Oké, elkezdjük kifele szedni, tehát a... Jaj, mi ez, hogy ilyen sokára dobja, vágunk egyet? Hát én kiléptem, beléptem egyet, és szedtem ki pár szenet, és hogyha megállítom a videót, akkor is így késbe dobja ki. Szóval nem tudom, hogy mi van vele. Most például kétszer kellett kiütnöm. Ez így kicsit érdekes lesz. Kicsit bugzik a játék, de hát semmi baj. Látom, vas az már van. Óha, már is kell földolgoznunk egy kis fát, ugyanis botra van szükség. A botból pedig csinálunk természetesen fákét. Vagyis fákját. Ami jó. Szóval akkor mennyi szenem van? Nem. Ja, hát a szenet azt most szedtem, persze, azt út közben majd szedjük, hogyha szükségünk lesz rá itt a bányában, akkor legyen. Uha.
Elég nagy bányával lesz. Itt bányával lesz dolgunk, srácok. Ez a szakasz, ez itt ér véget. Itt már szedem is kifele a vasat. Amiből, hogyha jól látom, nem is kevés van. Na. Nézzük, hogy hányat szedünk közben. Otthon is közel kétszer, hat. Már is kraftoltok le, és nem hoztam magammal a barkácsasztalt. Pedig még a ládában is van kettő, hát most már majd három lesz. Elképesztő, még jó, hogy van nálam egy csomó fa. Hát addig leszünk a bányában, mi ki nem fogyunk ezekből a cuccokból, és ja, itt a vasrúd. Kraftoljuk ki fel a vascsákányt. Ugye milyen jó, hogy én így gondolkodtam, hogy ezekre a dolgokra komoly szükség lesz itt. Ó, a gyémántcsák itt otthon hagyhattuk volna, mert azt nem fogom itt használni, ez biztos. Maximum gyémántot szedek ki vele, hogyha találnék, lennék olyan nagyvonalú, bár nem biztos. És egy kis szenet szedek mindenek előtt. Tudom, hogy otthon van rengeteg szén, de viszont itt a bányában nincs nálam, és hogyha szükségem lenne szénre, hogy kiégessek valamit, például aranyat, de azt majd otthon égetjük kifele természetesen. És egyébként ez csak néhány blokknál játsz el, mert annál a bent lévő vasaknál meg láttátok, hogy egyből kiütötte, tehát nem értem, hogy mi van ezzel. Na nézzük. Ezt a vasércet is egyből kiütötte, tehát na. És ő visszadobta? What? What the fuck? Minecraft? Azt a rohadt mennyi szén van itt. Szerintem van egy olyan enyhe gyanúm, hogyha minél tovább megyünk itt. Gondoltam, hogyha tovább megyünk itt csak egyel, már értékesebb cuccot fogunk találni ott a vas. Hát, kérdéses, hogy a vas az én szintemen már mennyire számít értékesnek. Vasból már kismillió van. Tényleg már most szereztem ebben a barlangban 11 darabot. Tehát össze-vissza otthon, meg még közel 264. Hát ebből elhoztam most 25 darabot, vagy mennyit. Jézus Mária, szénből is mennyi van. Azt a rohadt. És ezt mind most szedtem, ezt a 43 darabot. Na mindegy, szedjük azt is. Otthon erre sem lesz gond. Az összes sütőbe lehet tenni maximum mindegyikbe 64-et. Jajjaj. Meg az XP miatt is jól jön a szén szedése. Erről lecseszek azért oda egy fákját. Nehogy azt mondjátok, hogy nem lehet semmit sem látni. Azt a rohadt mennyi szín van. Tényleg fele ennyi is bőven elég lenne. Nem hiába mondták, hogy Minecraftban fele annyi szín is elég lenne, mint amennyi van. Azt a rohadt, hát csak kiszedtük. Van nálunk már most 64 darab, és most jöttem le. Huhu. Menjünk tovább. Vas az látom már jön is. Jelentkezik. Ó, mennyi vas van itt, hoho. Ajjaj, kisebb izét találtam már most, vasbányát. S a bánya egyik része felfedezve, és ez nagy lesz, srácok, mert még egy csomó részre lehet menni. És már vas ércből is van nálam 21 darab, és még útközben is mennyit nem szedtem föl. Jajjaj. Rengeteg vas van most már. Már lassan nagyvonalú leszek, komolyan mondom, azt a vasat nem is szedem. De azért a vasat ezt mindig felszedjük. Max lesz majd egy házunk vasércből. Hú, az hogy mutatna már, milyen komoly lenne vasércház. Júj, mennyi van még mindig. Júj. Mindegy, mert igazából a vas cuccok azok már rohadt jók. Tehát ilyen vascsákánytól elkezdve. Ezeknek csak örülni lehet, már vasból is onnan 36. Plusz odafön még egy, 37. És akkor elmegyünk ebbe a részbe. Vagy erre a részre. És megnézzük, hogy mivel futunk össze. Igazából ágyat hozhattam volna amúgy magammal. Arra nem gondoltam, látjátok, srácok. Óha! Nehogy a végén bajunk legyen ebből. Menjünk lefele először? Hát ja. Ott láva lesz, úgy érzem. Arra még nem megyünk, először a vas. És nem értem, bizonyos részeken kétszer kell kijutni, hogy kiadja a blokkot most meg. Na, ez is hülyeség. Na mindegy, fuck you Minecraft. Oké, most már van 46 darab. Hát én a szenet már itt hagyom, hanem valószínűleg meg srácok, abban már tényleg van bőven. Itt pedig zúzott kő elő. Ide. Ajaj, majdnem belementem. Most egy skeletonnak úgy őszintén szólva, barátiasan mondva nem örülnék.
Na, talán sikerül elzárni. Gyorsabban, gyorsabban. Azért mondom, lassan már elkezd tűnni a láva. Folyó. Óvatosan. Szerintem az a vas bele is esik. Júj, júj. Menjél már innen. Nyomorult izé láva. Kraftoljunk vödröt, gyorsan. Nem, metszőollót csináltam, bazag, vödröt akartam, hogy vigyünk magunkkal lávát, és akkor otthon lehetett volna csinálni kukát. És fölöslegesen csináltam egy metszőollót. Hát még ilyet. Fejezd most már, mert Minecraft már kezdek rage-elni, hogy minden blokkot izé kiütök és visszadob. Jézus. Ezt a részt is felfedeztem, és itt is semmi. Nem, ez még nem érhet véget. Júj. Ott már víz is van. Csak találjunk ma... Jajjaj. Majdnem leesett. Jajjaj! Zombibá, zombibá, zombibá. Szevasz. Ügyes vagy, fiam. Hát, te sem fogsz már onnan feljönni, tehát ott dög lesz meg, ahol vagy. Azt a rohadt srácok, ez mekkora izébe tévedtünk. Júj, júj. Itt gyémántot akarok találni, gyémántot akarok találni ebbe a részbe. Elzárom a vizet, nincsen semmi nagyon. Megint zombi hörgést hallok. Szerintem jó ember hörög idelen. Csak azért ütöm ki, mert amúgy lefele is van egy út. És megnézzük, hogy ott mi van. Hő, úgyis megöllek, papa, mit örülsz itt magadnak? Úgy megöllek, mint az atom. Na, mint hogyha kettő is hörögne, nem? Vagy több? Jújjúj. Jújjúj. Oda nincs is semmi. Jó, köcsögök leszünk, visszatemetjük. Nincsen idelen semmi, azt hittem, hogy valamivel... Vagy van még egy út, de hát nincsen több. És rögtön kajálunk egyet. Nehogy rosszul jöjjünk ki. Mindig figyelni kell a kajacsikot, hogyha szükséges, akkor tudjunk majd regenerálódni. És itt már megint van vasért, srácok. Odaem pedig még több vasért. Jajjaj! És itt egy zombibá. Aki megdöglött. Legalább ilyen lazuritszerű cuccokat akarok találni ebben a részben, vagy aranyércet. Vagy bánom is én, de ne csak vas legyen. Mert a vas az már nem annyira értékes azért. Jújjúj, egyre komolyabb az eltévedésre az esély amúgy. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de... Néha már kicsit kezdek parázni, hogy elveszünk. Csinálunk egy kis botot. Ezt mind feldolgozzuk fákjává. Mert elég kevés volt már nálunk. Itt, ha jól hiszem, láva lesz. Igen, a láva mellett pedig vas. Amiből már tényleg nagyon-nagyon sok van. Oda lentre akarok igazából még elmenni most hirtelen, hogy mi van. Na, viszont ezt nem találtam, ilyen nagy bányát a részek, az eddigi részekben, ugye? Én nagyon szeretem az ilyen hatalmas bányákat. Csak ezekkel az a gebb az, hogy tényleg nagyon könnyű eltévedni bennük. És hát jó kérdés lesz, hogy hogy fogunk visszamenni. De, a 10 vagy 15 darab ilyen külön kis részből egyet felfedeztünk, vigasztaljon mindenkit az a tényező. Aranyérc, ez az. Oda lent meg víz és láva, tehát ott obszidián lesz. Ami azt akarja, hogy azt föl fogom szedni minden bizonnyal a gyémánt csákányommal, amit elkezdek használni. Mert ha van nálunk obszidián, akkor közel járhatunk már a nedőrhöz. Megvan az első két aranyércünk, srácok, ez az. Jó helynek tűnik ez, úgyhogy lemegyünk szépen. Óvatosnak kell lenni, mert hardcore-ban vagyunk, egy hiba, és vége az elment, vége is a sorozatnak. És azért még sokkal, még nagyon nem akarok ebből a sorozatból úgy, vagy na, még nagyon nem akarom, hogy ez a sorozatunk véget érjen.
Lehet, hogy vannak olyanok, akik annyira nem szeretik a Minecraftot, és ők szívük szerint azt kívánnák, hogy dögöljek meg még ebben a részben. De vannak olyanok, akik imádják a Minecraftot, és vannak olyanok, akik csak kedvelik, mint én, és mi nem akarjuk, hogy megdögöljek még. Ugye, srácok? Remélem legalábbis. Nézzünk azért szét a nagy ércet, azt nem kéne elhagyogatni. Júj. Azt a kurva mekkora dungeon ez, és még egy aranyérc. Ó! Creepy. Megérte. Erre a részre jönni, ez robbanni fog. Nem. Júj, most robban. Nem robban. Azt a rohadt, hogy belaggolt a creeper. És nem robbant fel. Na mindegy, ezt az egy darab aranyércet fölveszem, és most már három van nálunk. Ide nem pedig. Redstone, látom van redstone. Van lazurit is. Óha. Egyre jobb és egyre veszélyesebb. Egyben egyre jobb. Na, tehát értitek, egyre jobb, de egyben egyre veszélyesebb helyekre tévedünk. De találtunk lazuritot és redstone-t, ami nagyon jó dolog. Lazurit az kell is ugye az enchanthoz. Az újított Minecraftban. Jó, és újabb részt felfedeztünk, szóval kiszedhetjük nyugodtan a lazuritot. Ez az, lapis lazurit. Na, kapom szép számmal azért azt is. Ó! Ó! Lazurit az XP-t is szépen adta, és már 35 darab van. Na, itt kell óvatosnak lenni, és itt ne jöjjenek a rossz mobok. Szóval itt valamit elkerítjük ezt a részt. Mert ha itt egy skeleton belelök, annak nem örülnék. Szóval jobb félnén megijedni, srácok. Bebiztosítjuk magunkat. Szépen, lassan, fokozatosan, nem kell sietni sehova. Ez nem verseny. Csak elfogytam kőügyileg, és földből is csak egy van nálam. Szóval így megyünk akkor tovább. Jaj, most ne csináljad azt, kedves Minecraft, hogy visszadobálod a blokkokat. Ez az, redstone, gyere a papához. Ez az. Van most már redstone-unk is, srácok. Vörös kő forever. Gyémántot, de örülnék, ha találnánk. Nagyon örülnék neki. Rendben, most már van nálunk egy tonna vas. Jújúj, itt már óvatosnak kell lenni. Természetesen itt már shiftet nyomva tartva jövök. És ott megyünk is át a redstone-ért. Ú, ez milyen mély. Azt a rohadt, ez 3 vagy 4 blokk mély ráadásul. Ez a láva. Szóval csak nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk. És itt be is biztosítom magamat, tehát nem bízok magamba, úgyhogy így szépen, hogy ne essek befele. Jó, így nem esünk be. Huhu! És hamarosan, júj, itt megint vigyázni kéne. És pillanatokon belül kraftolhatjuk az újabb vascsákányt. Mert a jelenlegi már nem túl sok blokkot fog kihúzni. Kiszedtem újabb redstone-okat. 35 darab van nálunk, ott pedig van még egy kis vas. Hát igazi Minecraft játékos kockáztat még azért is, amiből végtelennyi van. Tehát már annyi. Most kell kraftolni nekünk izét. Borkácsasztal elő. Vascsákányt. Ahhoz pedig bot kell mindenek előtt. Vasrúd az van nálunk, szóval jöhet is az újabb csáki. Oké. Szedjünk valami kis cuccot, hogy el tudjunk ide jönni a vasért. És azért felszerem a vasat, mert ki tudja, hogy mi van alatta vagy mellette. Diorit. Oké. Ismét csak letesszük a dioritot. Oké, és ezt most szépen kiszedjük ezeket a vasakat. És ez a rész is felfedezve, srácok. Oké, szép lassan visszafele megyünk. És egy újabb részét felfedeztük a bányának. Királyság! Jók vagyunk eddig. Hova tettem az úzott követ? Ja, ide. Oké, megyünk tovább a bányában. Ott megint van egy csomó láva, azt a rohadt életbe. Jaj, skeleton, skeleton, skeleton. Az valamiért nem szeretem. Gyere közelebb, papa. Azt a rohadt anyádat.
nem kéne szórakozni, srácok, be is kajálok. Egy ilyen dög könnyen a vesztünket okozhatja igazából, de most tök komolyan. Meg lehet dögleni skeletonok miatt. Uha, és itt van egy újabb. Oh, belelöktem a lávában, és ez milyen komoly rész. Itt már kell lennie aranytól elkezdve gyémánton át mindennek. Azt a rohadt mekkora dungeon találtam, srácok. Nézzünk csak fölfele. Azt a rohadt mekkora bánya. Jó, nem akarom tényleg az ördögöt a falra festeni, le is kopogom. De van egy olyan érzésem, hogy ez lesz az utolsó Minecraft hardcore részünk, srácok. Meg fogok dögleni. Megmondom őszintén, ez a megérzésem. Ne legyen így, ne legyen így, nagyon nem akarok. De ez a megérzésem, hogy megdöglünk most. Először is ide lemegyünk. Csak zúzott kő van? Hát itt csak kő van, úgyhogy innen már megyünk is fölfel, hál' Isten. Oké. Erre sem jövünk egyelőre, oda a nagy szakadék részhez, amit az előbb néztem. Hú, hát ez hosszabb résznek várható, srácok. És föl fogom ezt a nagy dögöt fedezni, ahogy csak tudom. Csak a hazaút meg a kijövetel lesz innen már egy komoly történet. Ha azt tudtam, hogy ilyen nagy bánya, akkor amúgy sokkal több fát is hoztam volna magammal, mert már az is fogytán. Jó, azért még van nálunk elég. És igen. Azt anyádat! De megijedtem! Szerencsére nem robbant akkorát, de egy creeper volt a közelünkben, igen. És ha ez most itt szépen mellettünk robbant volna, akkor minden bizonnyal dead. Megdöglöttünk volna, és hallom, hogy hörög egy buzi, izé, vagy sziszeg, egy köcsög, kígyó. És nekem ez nagyon nem tetszik. Nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik. Menjünk csak szépen. Amíg csak vasérc van, addig nem nagyon akarok kockáztatni. Hogyha már aranyat, illetve főleg, hogyha gyémántot lelnék, akkor azonnal lávába vetném magam. Na azért ez még viccnek is rossz. Leugrani a lávába, semmiért nem fogok még gyémántért sem. Mert előbb-utóbb úgyis gyémántra fogunk lelni. Na nézzük, itt mi van. Vas, az már van. És még egy kis vas. És vasügyileg már megint milyen jól állunk. 64 plusz már 32 darab van nálunk. De nem baj, azért csak szedjük. Aranyaércből még csak 3 darab van, de már van. Ez pedig vigasztal, és gyártsunk még egy kis botot. Tényleg takarékosak leszünk. Még egy kis szenet akarok. Vagyis fákját akarok. Jó, és már most dobálom elfele. Itt találva be a felesleges dolgokat. Ne foglalják az inventoringba a helyet. Honnan jöttünk? Nem innen jöttünk szerintem. De nem baj. Jaj, de megijedtem. Na szóval, asztalat. Obszidián és arany, 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 arany. Ott az arany. Oké, megvan a célunk, srácok. Most mindenkelőtt beldobom a rohadt húst, a metszőollót, az andezitet és a sódert. Ezekre a cuccokra nem tartottam igényt. Oké. Nagyon óvatosan kéne valamilyen úton, módon lejutnunk. Oké. 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 És először is menjünk át a túloldalra, én azt mondom. Rögtön természetesen csinálok ilyen kerítésszerűséget mellém. Kevés kövem van sajnos, de azt tudunk szedni, az legyen a leg... Jaj, de megijedtem, hogy most laggold be, meg dobod vissza az a szutyadék Minecraft. Majdnem szívromat kaptam, és azt kéne valahogyan elzárni rögtön. Júj. Szedjük csak azt a követ. Az legyen az első, most szedünk jó pár követ. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen rohadt nagy bányába jövünk ebben a hardcore sorozatban. És az lesz az első, hogy követ szedjek. Vagy az lesz most jelenleg a legfontosabb. Én meg csak hogyan kerestem a barlangokat meg a bányákat. Mi is rácok az előző részben? Fuhu. Hát most megtaláltuk a barlangunkat, a bányánkat. Csak szeretnék innen majd élve ki is jutni. Jújjúj, ezt én csesztem el. Ezt én bizony. Itt most szépen felépítem magamat. Most ne lőjön belém egy skeleton úr, hogyha kérhetem. Hát jó, ezt a lávát sem tudom elzárni. Ide jövök még mielőtt kiütöm magam alatt az utolsót is. Aztán lezuhanok a mélybe.
Hát itt, mondom sem kell, egy véletlen leesés és vége a sorozatnak, srácok. Anyádat! Buzibo zombi! Hú, de megijedtem, nem merek játszani így. Húj. Ezt az utat is elfelejthetjük, srácok, hogy így tövök le. Júj, de megijedtem. Hát vágjátok, hogyha a kis nyomorék meglökött volna. Akkor leesek, és itt a vége a dalnak. Hú, ott is az aranyérc, ott az aranyérc, el sem hiszem, és ezt könnyen föl is tudjuk szedni. Hú, most ha nem ver 120-szal a szívem, akkor egyel sem, főleg, hogy éjjel veszem föl ezt a videót, srácok. Jobban féltem most, mint Outlast végigjátszás során. Jó, azért ezt nem kockáztatom meg, de nem akarok tényleg megdögleni, és nem is kevés izé aranyat találunk, úgy látom itt. Ó! Ó! Ez az. Lehet, hogy odalent sokkal kevesebb van, én meg azért akartam sokkal többet kockáztatni. Egyébként az aranyérc nem túl sok mindenre hasznos. Tehát aranycuccokat nem érdemes kraftolni. Ritka hamar betörnek. Most erre fel nem nagyon fogok elmenni, úgy döntöttem, de azért kifákázom, ahol tudom. Na itt például mi van. Ez minden bizonyal, hogy most két részt fogok egyszerre fölvenni, srácok, már itt előbb-utóbb meg fogom állítani a felvételt, mert már így is elég ideje megyünk szerintem. És akkor legalább ne 5 résznél érjen véget már a hardcore, hanem 6-ot érjen meg. Szóval akkor még egy kicsit ez a rész megy. De zombi papa nagyon megijesztett, rám hozta a frászt, azt tuti. Húha. Jó, hát tudjátok mit, innentől kezdve nagyvonalú leszek, ezt a kis vasat kiszedem, aztán a vasérc innentől kezdve körülbelül annyira fog érdekelni, mint a szén. Tényleg most már olyan rohadt sok vas van nálunk, és egyre többet látok, nincs ennyi vasra szükségem. Nincs már ennyire vasra szükségem. És akkor eljövünk erre. Itt is mennyi izé van, út. Mindenfele vezet. Na mindegy is, első legyen a lazurit. Hú, ez a víz itt veszélyes folyamat. Könnyen lesodorhat minket a lávába. Szép kis lazuritot felszedjük. Örülünk is neki. Jó, most elindulok azért le. Júj, 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 ilyen közel van a láva, akkor nem. Uff. Itt megállítjuk. Oké. Most ne lőjön belém egy szkeleton, mert úgy elkül... Jajaj! 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 Hújjúj! Menjél már innen, kövecske! Már szerencsére van itt víz, szóval a víz és a láva találkozásakor ugye obszidián keletkezik. Júj, júj, júj. Ez hiba volt meglépnem. Főleg, hogy elfogyott nálam a... Mi a neve ez? A zúzott kő. Jó, megint szedjünk zúzott követ, srácok, a vészhelyzetre. Gyűjtögessük csak a zúzott követ. Gyűjtögessük a zúzott követ, gyűjtögessük a zúzott követ, gyűjtögessük, gyűjtögessük, gyűjtögessük. Jó, egyelőre elég. És akkor ide tesszük kézbe a gyémánt csákányunkat, ugyanis húzok lefele szedni obszidiánt. Hú de félek, hú de félek. Júj, júj, júj. Csak óvatosan, óvatosan, srácok, nagyon óvatosan. Itt kéne valahogy lenyargalni. Hát tényleg szépen lassan, fokozatosan. Mintha kezdene elfogyni a láva. Ott az aranyunk, amúgy, és redstone is van, és... És... Elpárolgott a láva, nem mondjátok! És itt biztonságosan ki lehet szedni. Biztonságosan ki lehet szedni, srácok, itt... Az obszidiánt. Ez az! Nagyon nem lehet biztonságosan kiszedni az obszidiánt, most lehet. Megkezdtem használni egy émáncsákányomat, és egyből... Majdnem cseszhettem is. Szedjük az obszidiánt, és akkor hamarosan már a Netherbe is át fogunk jutni.
Ez az. Ez az. Komoly előrelépést jelent majd a sorozatban ez a rész. És most már van obszidiánunk is. Ezt itt egy párat fölszedek. Gyémántcsáki az tényleg elég jól bírja, tehát ez nem fog azért egy-két blokk után tönkre menni. De viszont ez nekem nem tetszik, hogy ilyen szinten van a lába alattunk, tehát gyorsan kell fölkapkodni. Nem tudom, hogy mennyi obszidián kell hirtelen a nedőrhöz, úgyhogy itt szedünk egy párat. Ugye az obszidiánt kizárólag gyémántcsákánnyal lehet kijutni, és még azzal is hosszú időt vesz igénybe viszonylag. Szóval igen. Nagyon jól jártunk a faluban ezzel a gyémántcsákánnyal. Figyeljétek, a követ milyen gyorsan töri. A vas se töri lassan, de ez... azt a rohadt. Jó, ne pazaroljuk el zúzott kőre. És milyen kicsit ment le még csak az élete. Jól van, így tovább. Nagyon be fogom osztani ezt a gyémántcsákányt, főleg amíg még nincs egy darab gyémántunk se. Csak obszidiánt szedünk vele. Tényleg. Semmi mást. Remélem, hogy törhetetlenséges enchant van rajta, ugye azzal elvileg tovább bírja. Mindjárt megnézzük. Törhetetlenség egy, meg igen, hát pont rajta van a törhetetlenség, de csak egyes. Nem baj, az is valami. Mennyi van nálunk? 6 darab obszidián, hát akkor még ezt a 4 darabot felszedjük. Hát 10-nél több, hát ennél több nem nagyon kell, abba biztos vagyok. Ha meg kell, akkor én jártam így, majd szerzek még valahonnan obszidiánt. Igazából obszidián gyártás az nem is olyan hú, de nehéz. Találunk lávát, engedünk rá vizet, és már meg is van az obszidiánunk, tehát... nem olyan nehéz dolog ennek a létrehozása, ennek a blokknak a létrehozása. Jújjúj. Fufu. Ezt a kettőt itt még kiszedjük, aztán egyelőre ennyi elég is lesz, köszönjük szépen. Emese. Oké, és azt már gond nélkül biztonságosan szedhetjük ki, mert az alatt láttam pont, hogy nincs láva. Remélhetőleg jobbról sem fog befolyni. Ugye nem fog befolyni jobbról. Nem, hú. Oké, mennyi obszidián van nálunk? 10 darab. Ennyi elég kell, hogy legyen. És ide lent csak ez az egy darab aranyérc volt különben. Ezért sokkal többet kellett kockáztatni, mint a könnyen megszerezhetőért. Jó. Hát innen fogjuk folytatni a következő részben, srácok, szereztünk már obszidiánt is, és egy-két cuccot, arany is van nálunk, redstone, illetve lazurit, szóval elég jó kis rész volt ez, és a következő rész jön majd hamarosan. Imi lettem volna, sziasztok! Adjon Isten jó napot, jó munkát mindenkinek, itt Timi, ez pedig a Minecraft Hardcore sorozatom 6. része, amelyet rögtön az 5. után már rögzítek is, szóval menjünk csak tovább, menjünk csak tovább. Nagyon kell vigyázni, de az a redstone-ot nagyon birizgálja a szememet, ott pedig megint van aranyérc. Húha, nem is tudom melyik érné meg jobban most. Menjünk csak tovább egyenesen. Jaj, de megijedtem. Ezt ne csináljátok velem, köcsökkövek. Ó, itt megint van redstone. Itt úgy érzem, hogy gyémántra fogunk lelni hamarosan, srácok. Nagyon úgy érzem. Lehet, hogy rossz a... tippem, de örülnék neki. Azt mit nem mondjak, nagyon örülnék neki gyémántnak. És aranyérc, aranyércet találtam, ott meg redstone, meg minden. Azt rohadt mekkora dungeon ez, te jó Isten. Mi van ott? Skeleton? Azt sürgősen izéljük le, amortizáljuk, operáljuk szét a fejét. Jaj. Aha, menj már, hát milyen gyorsan megy ez. Megdöglött? Nem döglött meg, hogy döglött volna meg? Gyere ide, köcsög. Ez az, most döglött meg. Hú. Mi van itt? Mivel van dolgunk? Csak redstone-t és lazuritot látok, azért is majd elmegyünk. Mondom, a vasérc engem már nem érdekel. Szóval azért már nem csak olyan nagy dolgokat, mindenhol találunk vasat, aranyat már annál kevesebb helyen, gyémántot meg még főleg, hú, ez az mennyi aranyért, ebből is van most már 14 darab, 16 aranyért már van nálunk, ez az srácok, el sem hiszem, nagyon jól állunk.
Itt ért véget a hardcore, srácok. Szerencsétlen voltam, és lávába estem. Ennyi volt a Minecraft hardcore. És ez nem külön a hatodik rész lesz, hanem így egybevágom az ötödikkel. Sajnos nincsen semmilyen hack, meg minden. Itt még, ha nagyon hackelni akarnék, sem tudnám soha többet folytatni ezt a pályát, csak így szemlélve végigmegyünk. Öt részig tartott. Sokkal tovább terveztem, házam is lett. Eljutottunk ide is, és végül is beleestem a lávába. Hát, ez benne van. Nem rage-elek. Nem rage-el, megmondom őszintén, srácok. Nagyon fáj, mert nagyon tetszett nekem ez a sorozat. Ti is néztétek. Nem is volt olyan rossz, de... Vége. Nincs tovább. Ennyi volt. Hát, most ha szívromot kapok, sem tudom folytatni. Higgadtan levezetem. Ennyi volt. Nincs tovább. Ide legalább legfeljebb lenézünk, hogy mi lett volna még, ha... lett volna itt minden. Gyémántunk nem lett, gyémántcsákányt elkezdtem használni, obszidián, minden. Öt részt éltem meg, és egy ilyen amatőr hiba miatt nem is tudom, hogy hogyan estem bele abba a szarba. Ennyi lett volna. Ennyi, srácok. Imi búcsúzik a Minecraft Hardcore véget ért. Köszönöm az öt részen át tartó figyelmet. Egy sorozattal kevesebb. Sziasztok!